Köszöntök mindenkit, ezúttal egy érdekes és remélem izgalmas harcsázási módszerről szeretnénk beszámolni Laci barátom segítségével. Ez a módszer éjszakai, illetve jellemzően éjszakai, és különböző úszókkal eredünk a harcsák nyomába. De az igazi tudora ennek Laci barátom, ezt én magam tanúsíthatom, mert nem kevés szép harcsát fogtunk együtt, a legutóbbiakat elsősorban úgy, hogy ő ült a botok mögött, én pedig a kamerát fogtam. Nagyon izgalmasak ezek az éjszakák. Laci, miért éppen éjszaka harcsázunk? Hát a harcsa éjszakai ragadozó legfőképpen. Ilyenkor szerzi a táplálékát, ilyenkor mozog jobban. Igen, és tulajdonképpen akkor egy picit térjünk is vissza a harcsa életmódjára. Ezt tudjuk valóban, hogy éjszaka eszi a legtöbb táplálékát, nappal is azért fogyaszt, de azért hadd beszéljünk róla egy picit olyan vonatkozásba, hogy mekkorára nő meg, hogy egyáltalán az életmódja hogyan, miként alakul. Hát harcsa rejtőzködő életmódot folytat, nappal különösen, de hát mint Európa legnagyobb ragadozóhala, a legnagyobbra növő ragadozóhala, 100 kg környékét is elérheti. Itt Magyarországon ritkábban, de vannak olyan területek, ahol ezt a méretet ezt el tudja érni. Igen, és az jellemző, hogy felszíni rablásokkal vagy felszíni táplálkozásokkal fogyasztja éjjel a táplálékát, ugye? Igen, én így tapasztaltam ezt meg. Azok az éjszakai hangok, azok a bizonyos nagy buffanások, azok a felszíni rablásai? Igen, ez ahogy leszívja a táplálék alatt a víztetőről, ez a hang, amit hallunk, ez a vákum, amit képez a szájával, ezt lehet hallani, amikor... Te mióta harcsázol, és néhány izgalmat az éjszakákból, és néhány rekordfogásodat, ha említenél nekünk? Egy gyerekkorom óta ragadozó halak szerelmese vagyok, és amióta az eszemet tudom, próbálom a harcsát megfogni már gyerekkorom óta. Viszonylag jó harcsákat fogtam, nem óriásokat, de hát no, lehet azért. Óriásnak nevezném az 50-60-70 kilós harcsákat, amilyeneket én tudom, hogy fogtál, igen, és nem is keveset. Sikerült. Milyen csalikkal? Csak élőhalakkal? Hát élőhallal, puhatestűvel, illetve pergető módszerrel sikerült fognom. Szívesen is pergetsz? Mivel? Én nagyon szívesen pergetek. Ez a kedvencem, kedvenc módszerem. Megpróbálom a saját wobblereimet, illetve műcsaljaimat elkészíteni, és ezekkel. Saját wobbler, te csinálod szó szerint teljes egészében? Igen. Mi a jellemző egy jó harcsás műcsalira? Legyen jó mozgása, tehát a vízben egy olyan jelet hagyjon, amire a harcsa úgy gondolja, hogy ott egy sérült táplálékhal van, és ilyenkor ki tudjuk váltani a támadást a harcsából. Igen, hogy jó jeleket hagyjon, itt én át is térnék az úszós, élőhalas harcsázási módszerre, hisz most azt szeretnénk bemutatni. Tulajdonképpen jeleket hagy a felszínen vagy a felszín közelbe az úszók segítségével a csalihal is? Igen, ezekkel az úszókkal, amiket majd most megnézünk, ezekkel mind olyan jeleket tudunk a harcsának küldeni, hogy ott egy sérült táplálékhal található a víz tetején. És a sérült táplálékhalat a harcsák, ez a küldetésük, az egészségesek közül kicsipegetik, és a nem sokára jövő sötétségben reményeink szerint a csalihalakat ezért választják ki. Ugye így van? Így van. A természetes szelekció eszköze a harcsa végül is. Mint egy erős ragadozó. Akkor pillancsunk rá ezekre a furcsa úszókra. Lehet, hogy egy olyan horgász, aki nincs a nagyon erős szereléshez szokva, ettől szinte meg is ijedne, és azt mondaná, hogy túlságosan durva vagy érzéketlen ez a szerelés, de egy igazi profi harcsázó már látja, hogy ezzel mit is akarunk elérni, illetve hogyan tudjuk felszolgálni a csalit. Én azt gondolom, hogy így szemléletes, és így is meg tudod mutatni, mi a lényege ennek az úszónak. Ez az úszófajta partról, csónakból, bárhova tudjuk dobni, egy helyben tartja a halat, ezen a sugárirányon tud a kis hal veretni. Körkörösen. Elméletileg nem tud visszaakadni, se dobáskor, se a csalihal a vízben tartózkodása közben sem, és akadálymentesen tudja a harcsa beszippantani a menekülő kis halat, ami ugye csak eddig tud menni, ameddig az úszó engedi. Szinte oda ragad a kezemhez. Nagyon fontos, hogy ezek a erős horgok hegyesek is legyenek? Hát nagyon fontos, mert hát a harcsa szájában két pont van, ugye a két szélső szájmozgató izom, ahova
ha beakad, akkor onnan nagyon nehéz kiszedni, de hogyha szájpadlás, fogak környékére megy, oda kell ez a nagyon, nagyon hegyes, nagyon erős forog. Igen, akkor szaladjunk végig gyorsan ezen a végszereléken, tehát alul van mindenképpen olyan súlyú tömegű ólom, ugye, amely rögzíteni tudja egy igen. ponthoz, fenékhez, ez olyan 150 akár 200 gram. Hát ez úszótesttől függ, hogy mekkora úszótestünk van, de általában azért, hogy tudjunk is vele egy viszonylag nagyobbat dobni, tehát ilyen 80-100 gram kell hozzá. Folytassuk az ólom után, itt is van egy ütköző. Egy stopper, ez határozza meg azt, hogy a csalihalunk meddig tudja leverni magát, leverekedni magát a mozgása közben. Tehát, hogy a fenékhez igen, ilyen közel tud úszni. Ezzel tudjuk stabilizálni azt, hogy ne feküdjön le a talajba, vagy esetleg a talajon található kisebb ágak közé. Tehát, hogy víz közt tudjuk tartani. Kettő ütköző között ugye az úszótest felhajtó ereje fölhozza ide a halat, és ebben a magasságban mozog a kis halunk. Igen, itt felül is van egy ütköző, ez pedig a vízszinthez való igen, magasságát igen. ugye állítja be a kis halnak. Ez a minimális, ez a maximális. Milyen mélységig mozgása. Célszerű használni ezt a szerelést? Hát ezt a szerelést végül is bármilyen mélységben tudjuk használni, mivel elmerítjük az úszót, illetve esetleg egy segédúszót, nem feltétlenül szükséges, attól függ, hogy hogyan van kiképezve. Ez magában is meg tudja itt tartani a halat, de ezzel egy viszonylag függőlegeset tudunk képezni, és akkor tényleg nem történik semmiféle visszaakadás, amit a csali hal okoz. Szépen kapott, ugye? Szépen, gyönyörűen. De már előtte szépen becsörgette a jelzőt, úgyhogy ideges volt a csalihal. Hát azért egy szót, hogy mi a pálya. Hát viszonylag korán megjött ebbe a késői, késő őszi időbe.
a harcsa. Nem tudom, hány óra lehet, de talán sötétedés után egy fél órával lehetünk. Igen, igen. És mit kívánt meg? Egy szép vörös szárnyú, nem, bodorkát. Bodorkát. Mérete? Hát olyan 15 dekás. 15 dekás? Mármint a harcsa 15 kilós. Ja nem, én a bodorkára gondoltam. Fárkolós volt már, fárasztás alatt is. Ez az úszó, ez hasonlít nagyon egy klasszikus horgászúszóra, akár egy csukázóra, aminek van bóbitája, teste, meg szára, ugye, de nagyon nagy a mérete, és tudom, hogy valami más tud a funkciója. De hogy működik pontosan? Hát igen, ebben nem a kapást fogjuk észlelni, hanem a csali halat kínáljuk fel víztetőn. Ez egy óriás antennás úszó, ami úgy néz ki, hogy bejuttatjuk az ólmot, kétbotos, behúzós módszerrel az ólom leül a talajra, és az úszó pedig a vízszint magasságáig fel fog menni. És ott ugyanaz, mint az előző stupekosnál, egy helyben tartja, és az úszó méretének megfelelő sugarú vagy átmérőjű körbe tud mozogni a csalihalunk. Igen, tehát gyakorlatilag, ha helyesen gondolom, ugye akkor itt lóg a csalihal, és így itt van. A felszín ide közelében. Ide előkét teszek rá. Igen, horoggal együtt hasonlott nyilván. Hasonlott mind, ami az előzőn volt. És ahogy ezt beállítod, úgy közelít a felszínhez a csalihal. Két dolog lehet, vagy elfektetjük, és akkor tudjuk a legmélyebben járatni a halunkat. Akkor általában ennél hosszabb előkét nem hagyok, hogy még véletlenül se legyen visszaakadás, és akkor ugye ezt a mélységet be tudja járni, illetve ennek a sugár irányába akár a felszínre is fel tud törni. Így ugye, körkörösen. Igen, körkörösen mozog, illetve hogyha egy picit meghúzzuk, megfeszítjük, akkor a vízszinten egy kicsit föláll, és akár föl tudjuk tenni teljesen a víztetőre a csalihalat, és az ott fog nekünk locsogni. Igen, hát ez így izgalmas, hogy ott fog nekünk locsogni, mert bárhova optimális helyre oda lehet tenni, és természetesen várni úgy a kapást, hogy optimális helyen, és nem akadókba beleúszva tud a csalihalunk egész éjjel akcióban lenni.
Egy érdekes dolog, mondtad az előbb, hogy nem az úszó jelzi a kapást. Hát akkor nálad mi a kapásjelzés? Hát nálam ez a pálca szolgál kapásjelzőnek. Ezt valamikor azért csináltam ilyen pálcát hozzá, mert jártam én is úgy, hogy karikát használtam, és megtekeredett egy, a bevágásnál, vagy ejtős kapás után egyet fordul, harcsa már ráhúzza a botra. Abban a konkrét esetben, amikor elhatároztam, hogy többet nem használok karikát, akkor abszolút nem tudtuk még csak a gyűrűről se lefeszegetni, hogy megfordítsuk. És hát ez miatt használok én egy olyat, ami nagyon szépen mutatja a kapást. Lehet súlyozni, ellensúlyozni. Igen, én már láttam akcióba, azt akarom megmutatni természetesen, hogy tulajdonképpen egy öblöt adsz neki, igen. Természetesen éjszakai kapásjelzést, fény is ott mutatja. Ott egy kis LED fény van bent, hogyha... Igen, egy patron, egy ahogy patron, mindenki bár, ismeri, bár, hogyan... és ami zseniális, hogy bevágáskor soha nem okoz semmiféle rendellenességet itt a zsinóról. Igen, ez azonnal leválik a botról, és már mehet a fárasztás mindenféle... Ugye, koppanva jelzi a kapást, vagy éppen leesve, mert úgy igen. lehet beállítani, hogy van egy holt. Hát azért is van ez az ív rajta, hogyha a ejtős kapásokat, tehát ne csúszson be a zsinór ide a tőig, hanem ez megfogja, és akkor gyönyörű szépen újra lehet. Igen, mindennek jelentősége van, tehát a zsinór ezen a ponton van, de csak a bevágás pillanatáig. De hát a bevágásról jut eszembe, és akkor ejtsünk néhány szót, ezt a nagyon-nagyon kemény felszerelést is jellemezzük. Milyen botokat célszerű használni? Hát mindenképpen ehhez a módszerhez olyan bot kell, ami kellően gerinces, viszonylag hosszú, különösen a parti horgászatok esetében, hogy legyen egy akkora erőkarunk, amivel minél nagyobb távot tudunk egyszerre behúzni a bevágáskor, mert sokszor van úgy, hogy hiába megy nekünk fölfele a kapásjelzőnk, az ómon keresztül a harcsa felénk hozza az úszós felszerelést. A két-három bevágás egyébként azért is kell, hogy a horog jól hatoljon mindenképpen, ugye? Igen, hát egyszer azért is, hogy utolérjük a halat, illetve a megakasztott halra még esetleg egy finomat ráhúzni, hogy tökéletesen üljön a horog a harcsa szájában. Amikor part közelbe ér, akkor sem szabad elsietni a kiemelést, ezt sokszor látom nálad. Igen, én ebben elég óvatos vagyok, mert jártam már rosszul is. Lehet ám az ujjaid is harcsától sem nem, esett? Ez sajnos ez otthoni baleset, de bizony a harcsa még akármennyire is fáradtnak látszik, bármikor okozhat olyan meglepetést, ami viszont egy jó kis horogtűzést eredményez a kézbe.
Ezért is kérdeztem, mert nekem is számtalanszor szedte le a bőrt az ujjamról. Nagyon meg kell azt gondolni, hogy mikor nyúlhatunk a szájába. Más módszerrel is kiemelhető a harcsa? Te hogy szoktad? Hát ha kéznél van a LibGrip, akkor azzal, illetve hát szabad kézzel. Uh-huh. Én mondjuk azt szeretem a legjobban, amikor saját mesztelen kézzel bele nyúlok a szájába. Harcsa partra kerülése után a horgot kiakasztom a szájából, örülök neki, megnézzük, és visszakerül a vízbe. Nagyon jó érzés lehet számodra, hogy az ellenfelek ezután is további kilók gyűjtése és erők gyűjtésének a reményében ott úszkálnak a vízben. Így érzed, ugye? Így van. Ezeket az élőlényeket én nem szeretem bántani. Legközelebbi találkozás reményében engedem vissza. Még egy-két szép dolgot említsünk meg a harcsák horgászata kapcsán. Legnagyobb testű halak, de legrejtőzködőbb életük is van talán. Ennek ellenére előfordul, hogy néha ívási idő előtt vagy után találkozhatunk velük az ívóhelyen is. Együtt is volt már ilyen élményünk. Emlékszel rá, hogyan volt pontosan? Hát ugye májusban, amikor a nagy harcsák megkezdik a szaporodásukat, viszonylag az óvatosságukat félreteszik, és a szerelemmel foglalkoznak, és ilyenkor lehet akár nappal is gyönyörű szép képeket készíteni róluk, ahogy forognak egymáson, keresik, akár űzik egymást fészkelő helyekről, ívóhelyekről. Igen, és azért is hoztam ezt szóba, mert ez nem csak magában az ívási időben történik, velünk is megtörtént, hogy a nyár derekába jártunk már, amikor harcsázni indulva, csodálatos nászoló párba bukkantunk hetekkel a kijelölt tilalmi idő után. És akkor is nagyon szép képeket is készíthettünk róluk, örömmel láttuk, hogy a 2 méter körüli harcsák is ott járták a násztáncot, és ott szaporodtak teljesen óvatlanul. Éppen ezért visszafolytottuk még a lélegzetünket is, csak a kamera forgott, de igazán varázslatos volt látni, hogy ezek a hatalmas halak is milyen önfeledten a szaporítással törődtek. Mit kívánhatnék, találkozzál nagyon sokszor és nagyon nagy harcsákkal, és számolhassunk be erről majd sokáig azoknak, akiket ez érdekel, a horgásztársaknak. Remélem izgalmas lesz a mai éjszakánk is, illetve utána még sok harcsázás. Ennek reményében elköszönök, a viszontlátásra!